készül a fehér csokis musz. Ez kerül a glutén és cukormentes pisztáciás piskótára. Erre egy áfonya muszt, valamint áfonya zselét és cukormentes fehér csokoládét helyeznek. A minek nevezzelek fantázia nevet, Petőfi Sándor feleségéhez, Szendrei Júliához írt költeménye ihlette. Rosta Sándor cukrász célja az volt, hogy egy gyengét, harmonikus, nőies ízvilágot teremtsen. A főúri varázslat ezzel szemben a férfias karaktert erősíti. A kakaós mandulaliszttel készült piskótában tört mandularopogós található, ezen csoki és gesztenyemusz, valamint vörösboros áfonya zselé van csokoládégenes borítással. Rengeteg minden inspirál, igazából én olyan vagyok, hogy így képek alapján elindulok, és keresem a számomra egy megfelelőjét, és akkor így ránézek arra az adott tortaszeletre vagy tortára, és akkor abból így jönnek a fantáziák, hogy milyen íze lehet, tényleg mik kötik össze, és így alakul ki bennem egy kép, egy teljes összkép, és akkor így próbálgatom az ízeket így összeharmonizálni. A Keszthelyváros tortája pályázatot harmadik alkalommal hirdették meg Zalavár megyei cukrászdák részére. A szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen minden évben kreatívabb és merészebb ízvilággal neveznek a készítők. A győztes sütemények Keszthely hírnevét is emelik, sokan keresik ezeket az édességeket az ország tortájához hasonlóan. A hévízi cukrászda tavaly is sikeresen pályázott, akkor a reformtorta kategóriában nyertek. Pozitív visszajelzésként élik meg, hogy ebben az évben mindkét kategóriában az ő édességüket választották a legjobbnak. A zsűri mellett a vendégek tetszését is elnyerték a finomságok. Főleg örülnek annak is, hogy van egy olyan tortánk, ami glutén és cukormentes, amit még persze majd fogunk javítani, hogy esetleg még jobb legyen, még professzionálisabbá tegyük a tejmentességét, de az egyelőre még folyamatban van. A másik az pedig hát azt azért is imádják, mert ugye a gesztenye, imádják a gesztenyét, benne van a gesztenye, száraz vörösbor van benne, áfonya ezzel együtt, csokoládémusz, stiftelt mandula, tehát az is nagyon, tényleg nagyon jók a visszajelzések. Van olyan vendég, aki ma eszik mondjuk kétszer-kettőt, holnap meg visszajön, akkor szeretné elvinni haza is belőle, és csomagoljuk. A Keszthelyváros tortája címet egy évig birtokolhatják a nyertesek, akik bíznak abban, hogy jövőre is sikeresek lesznek a megmérettetésen. A süteményeket nem csak a készítőknél, hanem keszthelyi vendéglátóhelyeken is meg lehet kóstolni.